Ahogy ezeken a felvételeken is látszik, kánikulával köszöntött be az idei nyár. A hirtelen jött felmelegedéssel megemelkedtek városunk mentőszolgálatához beérkező riasztások számai is. Mint azt Reszegi Imre, mentőállomás vezető elmondta, elsősorban az idősebb emberekhez, közúti és úszoda balesetekhez érkezik ilyenkor a legtöbb segítségkérő hívás. Apró cseprősérülések, ami a nyárnak, illetve a szezonnak köszönhető. Természetesen az alkoholfogyasztás következtében kialakuló fejsérülések, ugye a melegbe ezek, főleg a fesztivál szezonban ezek jobban előfordulnak. A daráscsípések, allergiás folyamatok, ezek jellemzőek, és hát természetesen éljük a napi rutinjukat az emberek, tehát azt lehet mondani, hogy minden egyéb rosszul lét, stb. Az ugyanúgy előfordul. A nyári időszakban gyakrabban előfordul, hogy az utcán közlekedve rosszul lét miatt egy embertársunknak szüksége van a segítségünkre. Ebben az esetben mindenképpen hívjuk az ismert segélyhívó számok, a 104, illetve a 112 valamelyikét. Mindig nagyon fontos, hogy tájékozódjunk, tehát szólítsuk meg, rázzuk meg, beszéljünk hozzá. Ha nem reagál, akkor azonnal hívjunk mentőt, szükség esetén a tanultakon keresztül kezdjük meg az újraélesztést. Ha pedig természetesen reagál, akkor kérdezzük meg, hogy mi a panasza, és hívjunk mentőt. A forró nyári napokban megelőzésként több lehetőségünk adódik védekezni a hőség ellen. Ilyen esetben elsötétített, hűvös szobában töltsük a lehető legtöbb időt. Azokat az időseket, akik nem tudják ellátni magukat, ne hagyjuk felügyelet nélkül, és gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelükről. Természetesen a rosszulétek és balesetek elkerülése érdekében a gyermekek védelmében is a legfontosabb teendők közé az állandó felügyelet tartozik.